Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol itt van velünk Bence. Sziasztok! És hogyha itt van velünk Bence, akkor nem is lehet más, mint a titkos sorozatunknak az új része. Az az igazság, most nekem kell vallanom. Igen. Annyi titok jött még az előző sztorinkra, hogy én nem tettem ki újat. De hát ez nem baj, hát... És bőven volt miből válogatni. Jó, így is. Annyit írtok privátba a hosszabb sztorikat, hogy elképesztő. Úgyhogy ebben a videóban megint a titkaitokat fogjuk hallani. Hozzám is készült egy videó, majd ne hagyjátok ki, ott lesz a link a leírásba. Ott is voltak merészek, tehát hogy számomra elképesztő, hogy így felvállaljátok a legnagyobb titkaitokat. Köszönjük szépen tényleg, hogy ekkora őszintességgel, és hogy élőben is a benzinkutakon, határnál, ilyen helyeken mondjátok el nekünk, odasugjátok, és tényleg nem hozzadok, hanem hogy vagy az van, hogy megsugják, vagy hogy megírom neked majd, jó, csak emlékezz, hogy beszéltünk. Zseni. Fú, te erre nem állsz készen, ami itt fog következni. Tényleg? Válogattál ki? Csak hogy egy igazán jóval rögtön bekezdjünk. Oviban a barátnőmmel rágtuk egymás fülét és könyökét, és amikor vérzett, azt mondtuk, hogy elestünk. Mi? Mind a ketten egymásnak? Igen. Hát nem tudom, ez egy picit azért túlmegy azon, hogy szopod az ujjad. Vagy nem tudom. Miért? De hogy a fülét még megértem, mondjuk az se, de hogy a könyöködet, tehát hogy jön az, hogy... Vagy lehet, hogy jó? Ezt videón kipróbáljuk meg? Mert hogy magadnak mondjuk rágod a bőrödet és vérzik... Az és más, az más. Az más. Meg erről hogy jössz le? Vagy még mindig csinálják? Nem tudom. Lehet, hogy eltelt 15 év és még mindig tolják? Hogy? De várjál már, egymás fülét elkezdett vérezni. Hát akkor hiányzik a füléből. Mármint nem azt mondom, mint az egereknek az animáció, hogy van ott egy ilyen izé, de hogy azért... Nem tudom. Biztos leleharabdáltak a végéből. Egy csipet két. Állatok vagytok tényleg. Én nem gondoltam volna, hogy azért ennyire durvák lesznek, mert ez ilyen... Nem hétköznapi, az biztos. Ez az egyik kedvencem. Igen. Döntsük el, hogy ki ez a karfa, jó? Már ne is haragudjál meg, az a karfa a tied, ez a karfa az enyém. Mindenkinek van sajátja. Tartsd a könyöködet jó helyen, mert bele fogok harapni. Oh. Szóval... Régen a templomba összepisíltem magam, és azt kamusztam, hogy a bort öntötte ki a pap. Hát jó, de azt érzed. Hát, de biztos kicsi volt. Isten. Nem mertél szólni? Vagy mi? Most mi volt? Édesem. Szólni kellett, hogy az kimész. De milyen leleményes, hogy olyan kicsinek. Ja, igen, megoldja, hogy a bor lett kiöntve. Azt mondta, hogy a bort öntötte ki. Vagyik a szín az nem ugyanaz. Tehát, hogy... Hát, ha sötét nadrágban van, akkor ja, mondjuk, nem igen, mindegy. Ez mondjuk igaz. Ugye? Ez mondjuk igaz. Úr de kicsiként tényleg van veled egy ilyen frusztráció, hogy templomba vagy ilyen helyeken nem mersz közben kikérezni. Nekem is volt ilyen. Mármint nem pisiltem be, de hogy emlékszem tisztán, hogy így totál ki voltam, hogy most szóljak és felállok és kimész, akkor mindenki téged néz, és hogyha téged néz 150 ember, elkezdesz elfelejteni sétálni, és így kacskaringol, tehát gyerekként, hát gondolhatod. Tesin, kitörtem röplabdázás közben az ajtót, mert elfelejtettem, hogy ott van. Mit? Elfelejtetted, hogy ott van? Hát gondolom a játékhevébe. Oh. Nem jutott eszedbe, hogy ha arra túl nagyot ugrok, akkor ott van az ajtó, és hát véletlen kitört. Nice. Náluk mindig a izén féltem, testnevelés órán, hogy a kosárlabdázás közben hésketünk mindig azzal, hogy minél erősebben megdobtuk a palánkot. Igen. És attól féltem mindig, hogy hát a tanárbácsi mindig szólt is, hogy nagyon drága az az üveg, ami ott van, hogy az betörik. De soha, szerencsére soha. Mákodnom. Hát amúgy igen, valószínűleg igen. Mert tudok olyanról, aki betörte. Oh. Úgyhogy... Nice! Kezdünk az izgi részhez érni. Egyszer nagy fűben elmentem, kaki emoji. Rá egy hétre ott vágták a füvet fűkaszával, és én tudtam a titkot. Az milyen, amikor látod, hogy még 2 métert megy a bácsi, és ott baj lesz. Ott kiülsz egy kávéval. És az a baj... Várat, hogy megtörténjen. Hogy a fűkasza az meg félig nyitott, tehát hogyha... Istenem. De nem szólnátok ti se egyébként. Hát mit szóljon, hogy... Bocsánat, bácsi, ne tessék már haragudni, azt a részt ott ki kéne hagyni, mert hogy tegnap előtt odakakiltam.
Vagy így hogy gondolod ezt a párbeszédet? Nem kell felvállalni, csak így érzem, hogy ott valami nem jó. Telepatikusan így érzem. A természet aha. üzeni. Uh-huh. Ahhoz, hogy ez a sztori teljes legyen, tudnotok kell, hogy egy fiúról van szó, aki írja ezt a igen. az üzenetet. Egyszer a volt barátnőm erősen megharapta bosszúból a répát, még azóta is látszik a nyoma. Várj, ez létező dolog? Mert ez minden fiúnak megfordult már egyszer a fejébe. Hogy mi lenne, ha? Mert ennél rosszabbat nem tudok elképzelni. Azóta fáj. Ott a nyoma. Az azért meredek. Betegek vagytok, de tényleg. Ilyet? Szegény, amúgy. Az a baj. Én azt értem egyébként, hogy egy nő nem tudja felmérni azt, hogy mennyire fáj a srácnak, hogyha a tökön rúgja például. Uh-huh. Tehát, hogy nincs elképzelhetes. És nincs. Uh-huh. Nem egy szülés. És akkor ezt a videót itt most befejezzük. Jó, vicceltem, nyilván a szülés a sokkal komolyabb. De nem tudod azt az érzést. Úgyhogy ne rúgjátok tökön a fiúkat. Ennyi legyen a mai pozitív üzenet szerintem. Ez csak a tipikus tesós dolog, amikor rosszul sül el. Kicsiként összetörtem a régi tabletünket, és tesómra fogtam, de mindketten büntit kaptunk, mert tagadtuk. Szia, alapvetően még mindig félig nyertél, mert nem bizonyosodott be, hogy te vagy, tehát félig megnyerted a harcot. Imádom. Én nem tudom, hogy képzeld el a fejét a tesódnak, hogy így a háttérből, mikor így meséled anyádnak a konyhába, közben mosogat, és a háta mögül a feje így rám mered fogni, és te vagy csak így félig nyerték, kész. Az annyi. Nem is tudom, hogy ide mit lehetne mondani felvezetésnek, nem szeretnék általánosítani, úgyhogy nem mondom azt, hogy férfiak. Ne is. A barátommal 5 éve vagyunk együtt, egyszer gondoltam, kamuprofillal bepróbálkozok nála, a kamuprofilommal 2 éve van együtt, és még mindig nem mondta el. Nem, no way, nem. Most azon lépjünk túl, bármit, hogy vagy együtt valakivel úgy, nem, hogy 2 évig nem találkozott. Szerintem de beszélgetnek. Úgy. Yeah. Itt egyébként hozzád, aki ezt írta, feltenném a kérdést, hogy és akkor ti miért vagytok még együtt? Hát mert így is vele van együtt. Nem csal meg a barátnőd, ha te vagy a másik pasia. Érted? Ennyi. Ezt így kell. Ez azért szívás. Nem. De. Miért? De. Az érdekes egyébként, hogy 2 évig elhúztad. Még 2-t, azt kívánom. Ez így a jó. Lehet, hogy tudja. De várjál már, nem jöhetsz össze, vagy nem tarthatsz tartós internetes kapcsolatot egy kamu profillal. Hát nincsenek posztok, nincsenek követők. Mi vett követőt Bangladesből? 1200 követőt vett, vagy mi? És valakinek lelopkodja a képeit? Tudja. Hidd el nekem, tudja. Következő. Ezt eddig is igen erősen sejtettük, vagy akár tudtuk is, de most itt van a megbizonyosodás. Jók a videóink, azt írják? Mekiben vagyok diákmunkán. Igen. Látjuk a drive-osok kocsiban ülő arcát. Igen, ezt én is most jöttem rá egy fél éve kb. Mert hogy nem járok ilyen helyekre. Én csak ide, mind a valóság, én csak ide feljárok. De láttam TikTok videót is, ahol szivatják a mekiseket, és akkor mondják, ugye a hangszoróban, hogy látunk. Azt hiszem, van az a műanyag, az a szürke kis műanyag, és meg annak... akarod fejteni, hogy hol van a kamera? Nem. Ott van. Kiskoromban az unokatesom még előkertjében voltam, és zárva volt a bejárati ajtó. Igen. És kakilni kellett. Jaj. Igen. Ezért oda kakiltam, és a kutyájukra fogtam. Nem áll, de... Aki utána megette! Nincs ilyen, de tényleg? Az nagyon undi. Vajon engedte neki? Vagy csak kiderült, hogy megette? Valószínűleg kiderült, hát miért engedte volna, hogy megegye? Még miért nem másztál be egy ablakon? Én mindig azt csináltam. Meg miért nem... Hogy? Hogy mászol be egy ablakon, ha be van zárva? Ilyen nálunk ott erre sose volt be. Ne törjetek be. Most már zárjuk az ablakot.
Sosem volt beszárva, csak a szitát kellett benyomni. Na jó, itt ugorjunk tovább, itt... A gyerekek észjárása lenyűgöz. Hát igen. Egyszerűen lenyűgöz. Igen. Régen mániákusan állva akartam pisilni, mint a fiúk, de nem tudtam, ezért szembeültem rá mindig a WC-re. Egyek, közelebb van egyébként is. Igen. Tehát inkább az, mint hogy a... Oké, persze fiatal, aki nem tudott volna, de a Wish-ről rendelt volna egy olyan kis műanyagot, amit reklámoznak, hogy... Tehát vannak emberek, akik azt megveszik. Tehát van ember, aki elindul mondjuk Franciaországba, Budapestről, autóval, és azt mondja, biztos, hogy benne van ilyen. Ugye Wish-ről egy dollárért megrendeli azt a kis műanyagot, aminek van egy ilyen, alsó sapka része inkább, és egy kis tölcsér. És akkor gyakorlatilag tudsz pisilni. De nem tudsz. Tehát, hogy... Bárcsak működne egy ilyen. Mit nem adnék, hogyha... használnád? Hát, hogyha valahogy kényelmesen működne, és nem kellene az autópályák melletti WC-knél megállni, pisilni, ilyenkor és azért... ezt az undormányt átélni. Ilyenkor irigyled a fiúkat, nem? Nagyon. Fú. Elképesztően. De szerintem ezzel amúgy minden lány egyetért, mert a pályák melletti WC-knél kevés undorítóbb dolgot tudok felsorolni. Szóval, ez az apukámmal közös titkunk már jól kezdődik. Jaj. Amikor a mozikba kijött a Titanic, anyukám és apukám akkor voltak az ismerkedős fázisban, és anyum nagyon meg akarta nézni a Titanicot. Zárójel, apukám gyűlöli az ilyen nyálas szerelmes filmeket. Igen. A film közepénél megunta és kiment a teremből, és felgyújtotta a kukát. Nyilván tűzriadó volt, és félbehagyták a filmet a moziban. Anyukám azóta se tudja, hogy apukám... Mi, álljunk meg, stop. Micsoda! Elmennek randizni. Igen. Nem tetszik a film. Igen. És az a megoldás, hogy kimész és felgyújtod a kukát? Apukád, jó Isten, rendes bekönnyeztem tőle. Nem hiszed el. Annyira megnéztem volna, amikor kiment... Apukád nagy forma lehetett régen. Kiment, biztos kiment pisilni. Igen. És megvilágosodott. Azt mondta, hogy ment volna vissza, ráfogott volna a kirincs, és azt mondta, hogy ez nem az a De film. Dehogy megyek vissza. Nem az a film. Meg érted, a Titanic, hogy elő. 3 óra. Igen. Leelményességből 5-ös alapvetően. Kicsit veszélyeztette az emberek életét, de tehát megoldotta a problémát, úgyhogy. Az komoly. És képzeld el, amikor hétvégén a családi barátokkal találkoztok. És te így csak ülsz, eszed a rántott húst, és anya megmeséli azt, hogy képzeljtek el! Hát kijött a Titanic, és egy kukát valami hülye felgyújtott. És te csak így, valami hülye felgyújtott. Ez közben te voltál. Én nem mondanám. Habár de ennyi idő után lehet, hogy elmondanám. Na jó, legyen ez most az utolsó, aztán a következőbe folytatjuk. Az én titkom. Kiskoromban a legjobb barátnőm italába beletettem a vitaminos kupakban lévő bogyókat, legyen az bármi is. Igen. Szerencséjére, meg az én szerencsémre is, ráeszméltem, hogy jobb lesz kiönteni, és azt hazudtam neki, hogy légyesed bele a bögrébe, azért öntöttem ki. És az... Feltámad a szél! Az igen. Woohoo! Az igen. Vigyétek be a lovakat! Ez még nem tudom, mennyire jó, hogy így lóbálja. Na jó. Imádnám, ha videó közben esne ránk. Szóval nem derült ki, hogy mi volt az? A gyógyszer? Hát nem, de szerencsére nem itt adta meg velem. Igen. Én kiskoromban vettem be altatót. Úristen, ez nagyon Kettőt vagy hármat, azt hittem C-vitamin. Nem volt jó, reggelig halucináltam tőle. Itt sétáltunk a kertbe. Igen. Ne csináltak ilyet. Bencének ez a titka, kiskorában beszedte az altatót. Picit szálltam. Nem volt jó, soha többet. Úgyhogy ne vegyetek be ismeretlen gyógyszereket semmiféleképpen. Viszont hogyha... a régi C-vitamint úgy se összefutott a nyálaszalma, te jó ég, te emlékszel még arra a C-vitaminra? Most nekem. Az olyan volt, hogy a sivatagban, hogyha egy hete nem ittál vizet, jó, nyilván nem jött addig, nem iszol 2 napig vizet, és már tényleg a kihalás szélén vagy, olyan C-vitamin bedobtál volna, a világ összes nyála megérkezik a szádba. És emlékeztek rá, hogy a teteje olyan, hogy hívják azt, ilyen sima volt, és édes, és a belseje meg, mint a citrompótló olyan. Itt érzem, te is? Nagyon, úristen. Na, tehát, mennyit megettünk kicsit. Ha prankelgetni akartok, akkor csináljátok azt, mint mi megfogod az energiai talált, vagy bármiért, és dezodorral fújjál bele.
ne csináljátok. Miért adok tippeket egyébként? Én nem biodíszletnek kéne itt üljek, és csak így borogassak, hogy kéne felvegyél ilyen reakciókat velem, hogy wow, tényleg, vagy mint Hajdú, nem mondod. És csak azokat bevágni? Úristen, vagy csak Hajdút vág be. Jó. Kivágod a részeket a izéből, összezárva. Úristen. Hát ez lett volna a mai rész. Leleményesek vagytok, tehát hogy mindig meg tudtok lepni, pedig már 5 rész kiment, vagy 6. Jó, nagyon sok rész ment ki. És még nagyon sok fog. És ezek nem is frissek voltak. Igen. Úgyhogy amikor ez a rész kimegy, akkor csekkoljátok le az Instámat, mert ott lesz a következő ablak, ahol írhatjátok az újabbnál újabb titkokat. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy köszönjük. Itt voltatok. Link a leírásban az én videómhoz. Kellemes hetet mindenkinek, és hát jövünk a következő videóval. És nem elfelejteni, hogy tervezzük, hogy live-ban egy órán keresztül olvassuk majd tényleg, a titkaitokat. Tényleg, hogyha szeretnétek még mindig, hogy legyen live, akkor azt mindenképpen jelezzétek nekünk a komment részekbe, dobjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videónkban. Sziasztok! Igen, valószínűleg úgy lesz, hogy még 2 rész ki fog menni, és utána lesz. Vagy amennyire van igény, mert ezt az egy órásat lezárónak szeretnénk, hogy ott zárjuk le a sorozatot. Most kérdés az, hogy én a TikTok videókból vagy 27-et csináltam, tehát mehet az egész évben, mert én jól el vagyok így, meg szeretik, úgyhogy a köszönésed után 1 percet ráhúztam az egészre. Sziasztok!